Sziasztok, srácok! A mai videó egy kicsit más lesz, mint az eddigiek. A mai videóban arról lesz szó, hogy idézőjeles támadás érte a csatornát. Ma egy picit erről szeretnék beszélni, ugyanis Mr. Rage nevű felhasználó a következő megjegyzést fűzte az egyik videóm alá. Azt mondja, hogy nézzük az első mondatot, ezt Mr. Rage írta. Semmi kötekedésből ám. Na most, ez a mondat egy picikét azért érdekes, mert az ilyen típusú mondatoknak, tehát az ilyen típusú mondatoknak igazából az a lényege, hogy a nem azért mondom, hogy kezdetű sor után a delikvens leírja azt, hogy ő valójában miért írja az adott dolgot. Tehát a Mr. Rage-nek a semmi kötekedésből ám kezdetű sora, ezt tudjátok, hogy valójában mit jelent? Ez a fordított pszichológia egyik eszköze. Valójában ez a sor igazából azt fejezi ki, hogy igenis, Mr. Rage kötekedni akar. Na most, mielőtt egy picit tovább mennénk, én szeretném elmondani nektek, hogy én alapvetően azt vallom, hogy ha valaki mond valamit, akkor mindig tudnod kell, hogy az illető azt miért mondja, mi az oka, hogy ő ezt mondja. Van rá jogalapja? Vagy csak szimplán rossz indulatú akar lenni, és igazából ezért mondja az adott dolgot. Na most, igazából YouTube-on a következő a helyzet. Tudnélik, nagyon kevés az amőbával kapcsolatos csatorna YouTube-on. És eddig a Mr. Rage-nek a YouTube csatornája egyeduralkodó volt az amőba területén. És most, hogy az én csatornám is elkezdett amőbával foglalkozni, ezzel az én csatornám a Mr. Rage számára konkurenciát, vagyis vetélytársat kezdett jelenteni. És erre a vetélytársi létezésre ő fenyegetéssel, illetve sértegetéssel reagál. Tehát még egyszer, alapjába véve ez az oka annak, amit ír, ez az ok, ezért írja azt, amit. Aztán nézzük a következő sort. Azt mondja, hogy itt nem igazán van olyan játékos, akire azt lehet mondani, hogy mester szinten van. És van itt egy olyan sor, hogy Mr. Rage azt írja, hogy szóval ezek inkább csak kezdők. Srácok, arra a szóra hívnám fel itt a figyelmet, hogy ezek. Na most ezek, srácok, azok mi vagyunk. Tehát itt Mr. Rage rólatok, illetve én rólam ír, és itt Mr. Rage gyakorlatilag arra utal, hogy mi őhozzá képest kezdők vagyunk. Tehát mi kezdők vagyunk, ellenben ő profi. Tehát itt ez a lényeg. Még egyszer, itt Mr. Rage erről ír. Na most még talán azt szeretném kiemelni, hogy itt nem igazán van olyan játékos, akire azt lehet mondani, hogy mester szinten van, írja Mr. Rage. Na most ebben a második kiemelésben, srácok, itt egy úgynevezett szándékos félreértésről van szó. Ez gyakorlatilag ez a sor itt arról szól, ez a sor itt arra utal, hogy nekem az egyik legelső videómban volt egy olyan mondatom, hogy körülbelül mesterszintű játékos vagyok. Na most itt ebben a sorban egy úgynevezett szándékos félreértésről van szó. Ugyanis, amikor én azt mondtam, hogy én körülbelül mesterszintű játékos vagyok, ezt úgy értem, hogy nekem itt a Fly or Die amőba rendszerében mester jelvényem van, és ennek csupán az volt a célja, hogy a nézőim számára behatároljam, hogy én körülbelül milyen tudásszinttel rendelkezem. Tehát igazából ezért mondtam azt, amit. Jó. Na most, srácok, én szeretném azt elmondani, hogy mi az, amit én nem szeretnék csinálni. Tehát mi az, amit én nem fogok csinálni. Én semmiképpen sem fogok a Mr. Rage-el YouTube-on keresztül háborúzni. Tehát ez azt jelenti, hogy nem szeretnék YouTube videókban üzengetni, illetve válaszolgatni Mr. Rage-nek, ezzel egyfajta virtuális háborút folytatva. Tehát én nem fogok YouTube videókon keresztül üzengetni, illetve válaszolgatni Mr. Rage-nek. Egyrészt azért, mert ennek abszolút semmi értelmét nem látom, illetve az én csatornám, a mi csatornánk alapvetően nem erről szól. Na most, illetve szeretném, hogyha tudnátok, hogy a mi csapatunk, az én csatornám mindenkit, kezdőtől a nagymesterig nagyon szívesen látunk. A mi csatornánk mindenkit szívesen lát, aki amőbával foglalkozik, kezdőtől a nagymesterig, tudásszinttől függetlenül. Tehát srácok, azt még annyit szeretnék mondani, hogy én a jövőben nem tervezek több ilyen típusú videót. Tehát a következő videó az mindenképpen arról fog szólni, hogy milyen stratégiákat tudunk a gyakorlatban, az amőbában megvalósítani, és több ilyen típusú videót nem tervezek. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor találkozunk a következő, immáron gameplay-es amőba stratégiákról szóló videómban. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!